Egyelőre megmenekült a ciprusi bankrendszer az összeomlástól, miután már a viradóra megállapodás született Brüsszelben a Szigetországnak nyújtandó nemzetközi mentőcsomagról. Ciprus 10 milliárd euró hitelt kap az Európai Uniótól és az IMF-től, cserébe pedig befagyasztják a 100 ezer eurónál nagyobb értékű ciprusi bankbetéteket, és feldarabolják a második legnagyobb ciprusi pénzintézetet, a Laiki Bankot. Elemzők szerint a Szigetország mély recesszióba süllyedhet, mert ezzel vége főiparágának, az offshore bankolásnak. Elégedetten távoztak az euróövezeti pénzügyminiszterek, miután a hajnalig tartó tárgyalásokon megállapodás jött létre a Ciprusnak nyújtandó mentőcsomag feltételeiről Brüsszelben. Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter kijelentette, olyan eredmény született, amire a német kormány törekedett. A ciprusi pénzügyminiszter szerint pedig országának sikerült elkerülnie, hogy távozzon az euróövezetből, ami katasztrofális következményekkel járt volna. Elhárítottuk az államcsődöt, és a körülményekhez képest a lehető legjobb megoldást értük el, mondta Michael Száris, aki azt is elismerte, hogy nehéz idők következnek a Szigetországra. Ezzel a ciprusiak többsége is tisztában van. A válságtanácskozáson elfogadott terv értelmében az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap 10 milliárd eurós hitelt nyújt Ciprusnak, amely cserébe közel 6 milliárd eurót teremt elő. Ehhez a 100 ezer eurónál nagyobb összegű bankbetétek szolgálnak majd fedezetül. Vagyis a korábbi tervekkel ellentétben a kisbetéteseket megkímélik, a nagybetétesek viszont, akik között nagy számban vannak oroszok, nagyobb áldozatot hoznak. Így nem csoda, hogy Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő élesen bírálta a döntést. Az elemzők nem túl optimisták. Egyesek szerint olyan gyógymódot írtak fel Ciprusnak, amelybe belehalhat a beteg. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke pedig úgy vélte, a ciprusi ügy fő tanulsága, hogy mielőbb szükség van az euróövezeti bankunió megteremtésére, és ideje összehangolni az adórendszereket is.